A műsor média partnere a Népszava. Jó estét kívánok, Szegvári Katalin, szerkesztő, műsorvezető, újságíró, tanár. Nagymama. Nagymama, hát akkor nagymama is a vendégünk, és természetesen, ahogy megszokhatták, hívhatják őt, mindjárt látják is a számot, 44 53 49, vagy skype.tv.fixhd, és ha mondanak egy vele kapcsolatos emléket, műsorát, riportját, bármiét, vagy hú, de nagyon okosakat kérdeznek, akkor most a Víg Színházban és a Pesti Színházban vannak jegyeink, mondom, hogy mikre. Istenítélet, ugye ez igazából a szállami boszorkányokat tartja, na, nem tudom kiállítani, szállami boszorkányokat takarja, a Revizor, Gogol, Ösztánc, és akkor a Pesti Színházban az új bemutató, a Velencei Kalmál, ugye Kern Andrással volt is, itt beszéltünk róla, Találkozás, Nádas Péter és a Mikve című komédia. És akkor Szegvári Katalin. Köszönöm a meghívást. Én tulajdonképpen ismerlek téged régen, azt persze múlt tudom, századból. Hogy bölcsészkart végeztél, de arról gőzöm nincs, hogy gyerekkor, meg nem tudom mi. Tehát, hogy, én bölcsészkart végeztem, igen, meg újságíróiskolát, magyar-német szakon végeztem az egyetemen. De hogy te milyen szülőktől, hogy s mint voltál otthon elvesztve? A 7. kerületben a Sötét Chicagóban születtem, az Elemér utcában, ami később Marek József utca lett. Az anyukám Szűcs és varrónő volt, az apukám színész. Milyen színész? Pán Frigyes néven. Hát, több helyen játszott, a Terész körúti színpadon például. Tanított a Rózsahegyi Színiskolában. A Mezei Mári egyszer le is írta, hogy ő a színész mesterséget az én apukámtól tanulta igazán. Hát és akkor jöttek ugye a különböző... De várjál, akkor te bejártál így öltözőkben? Nem, gyerek volt, hogy a háború után már nem volt. Már nem. Tehát akkor ugye voltak a zsidó törvények, nem léphetett többet színpadra, és a háború után nem ment vissza a színházba, hanem mindenféléket csinált, mindegy mit csinált, mindenbe tehetséges volt, mert olyan elképesztően sármos volt, hogy például foglalkozott azzal, hogy a Műszaki Egyetemnek volt úgy, hogy képekkel házalt, mindent eladott, mert imádták az emberek. A Műszaki Egyetemnek volt egy nagy raktára a Mérnök Továbbképző Intézetnek, ahol elképesztő mennyiségű könyv volt, ami a kutyának nem kellett. És a papámat megbízták azzal, hogy ezeket a Mérnök Továbbképző Intézeti kiadványokat ezt adja el. És járkált az országban mindenfelé, és hát egészen elképesztő rekordidő alatt kisöpörte a raktárat. És de mit csinált? Eladt, mindjárt elmesélem. Én onnan tudom, hogy tudta eladni, hogy én eleinte a sportriporter versenyt nyertem, de utána a Hétnél dolgoztam belpolitikát, és nagyon sok gyár, ez is lettem tévés, hogy gyárakba járhassak, mint a Balog Mari, vagy közvetíteni, vagy ott forgatni, és mentem a gyárakba, és akkor nagyon sok helyen az igazgatói titkárságon mindig mondták, a Spán bácsi lánya, hát olyan ember nincs a földön. Hát ő bement a titkárságra, tudott bűvészmutatványt, szavalt, énekelt, táncolt, szórakoztatta a titkárnőket, és a titkárnőkön keresztül bejutott mindenkihez, és mindent el megvettek, ha kellett, ha nem minden. Annyira imádták a papámat, mert egy cuki ember volt. Szóval a nagypapám az nyomdász volt, de 7 hangszeren játszott, mert zenebohóc is volt. Tudod, hogy én az akartam lenni annó?
Aztán mi lett belőle? De te akkor tényleg azért akartál annyira tévés lenni, mert ugye az ismert az a történet, hogy jártál egy pasival, és az oda ment a Vitraihoz, mert hogy kollégák voltak. Csak mondták, hogy jártam, nem jártam nem. vele, a barátom volt, a Komlós Péter, igen, uh-huh. Komlós János fia, egy iskolába jártunk. Aha. És akkor még én egyetemista lettem, Szegedre jártam, és mondtam a Péternek, hogy azért én úgy szeretnék tévés lenni, hogy én hogy beszélhetnék a Vitraival, és azt mondta, hogy beajánl engem, és beszélgessek a Vitraival. És tényleg fogadott a Vitrai Tamás. Nagyon szegények voltunk, eszmetlen szegények voltunk. Volt egy jó ruhám, és akkor divat volt, hogy hímzés, és egész éjjel hímeztem, hogy én baromi menő legyek, meg csinos. Sőt, valami olyat is mondtál, hogy direkt vettél egy valami szövetet, és anyáddal megvarrattad. Igen, igen, ez az a ruha és volt. És kipróbáltál valami 12 frizurát, hogy menjél a Vitraihoz. Bementem a Tamáshoz, aki nagyon helyes volt, és azt mondta nekem, hogy hát ő azt ajánlja nekem, hogy valamilyen vetélkedőn induljak el, de én sose tudtam. De először le akadt dumálni, nem? Nem az volt, hogy nem, hát ezzel csak a jó kis bölcsész diplomával nem, hát válasz akkor még valami. Nem voltam diplomás, ja, akkor még egyetemista voltam. Nem, hát csak elmondta, hogy ez nem egy könnyű pálya, de nem akart lebeszélni igazából. Csak úgy vázolta, hogy mire vállalkozom. És hát én tudtam, hogy előtte voltak riporterkerestetikek, de én akkor mindig kint voltam az NDK-ba dolgozni, mert ott kerestem meg azt a pénzt, amiről az egyetemre föl tudtam öltözködni, meg tudtam venni a tankönyveket. Mert hogy te amúgy német szakos. Német, igen. Voltál. És akkor azt mondta a Vitrai, hogy ért maga a sporthoz? Mondtam, hogy igen. Apukám minden, tényleg nagyon tájékozott voltam, mert a papával mindenféle versenyre jártunk. Fotballmeccstől kezdve, ahol vívásra, szóval a papám nagyon értett a sporthoz. Hát én rögtön rávágtam, hogy én is. Azt mondta Vitrai, hogy most indul egy, nem sokára egy sportriporter vetélkedő, az lesz a címe, hogy pályabelépő, nem a képernyőn zajlik, hanem mindenféle feladat, jelentkezzen rá, ha ért a sporthoz. Mert mondtam, hogy én nem protekciót akarok, mert amúgy az a fura, hogy a apukám egyik legjobb barátja ott volt szerkesztő a tévében, és nem őt kerestem meg, mert nem akartam ilyen protekciós gyerek lenni. És meghirdették a pályabelépőt, 4,500 jelentkeztek rá. 4,500? És akkor először kellett írásbeli tesztet írni a TFN több turnusban, mert ebben a nagy auditorium maximumban nem fért be négyet. Azt megírtam, és akkor mindig voltak ilyen stációk, és egyre kevesebben lettünk, és hát a végén 10 nyertünk, ami azt jelentette, hogy kaptunk egy pályabelépőt, és mindenféle eseményekre mehettünk a sportosztállyal. Ez volt az a híres csapat, hogy Knézi Jenő, már ő se él, Gyulai Pista, Szalai Pista, Gyárfás, Bánó Andris, Kaplár F. Jóska. Tehát 10 voltunk, de hát mikor megnyertem, megmondta Vitrai meg a Radnai, hogy ugye nem gondolom, hogy ebben az országban elfogadnak egy női sportriportert, mondtam, hogy tudom. Na de te akartál volna? Tehát akartál persze, volna? Hát abszolút szerettem volna. És miért volt ez lehetetlen, hogy egy nősportriport? Mert annak idején ez képtelenség volt. Képtelenség. Nem is fogadtak volna el. Azt mondták, hogy azért hagyták, hogy nyerjek, mert jó voltam. Tehát olyan értem, hogy minden feladatot jó nem voltam. A feladatokat teljesített, ez a kamera képtelen voltam. És akkor beajánlottak az akkor induló héthez, ami hát csuda volt, mert a Polgár Dénes, először Márványi György, aztán Polgár Dénes lett, imádott főnököm. De azért egy kicsi kapcsolat megmaradt a sporttal, mert például a 72-es müncheni olimpiára kivittek. Azért, mert tudtam németül, nem közvetlenül. Egy-egy interjúcskát csináltam, de hát kávét főztem, jártam sajtótájékoztatókra. Hát jó is lett volna ott, ha ott ugye nem következnek be azok a sajnálatos események, amitől hát nagyon megromlott ott a hangulat, és... Hát ugye ott gyilkosságot hát történt. Igen, az izraeli sportolókat megölték,
és az nagyon rossz volt, szóval attól kezdve nagyon elromlott ott minden. Hát egy darabig kétséges is volt, hogy folytatják az olimpiát, de aztán végül folytatták, de az a kép az nem fog soha kimenni a fejemből, amíg gondolkozni tudok, hogy a stadion gyepén ott voltak a koporsok, benne a megölt izraeli sportolókkal, és hát annak idején ez ilyen televíziós szempontból is hihetetlen volt, hogy élőben láttuk, hogy ott állnak az arab terroristák maszkban, azon az erkélyen, ahol laktak az izraeli sportolók. Tehát ennyi kapcsolatom megmaradt a sporttal, több nem. De aztán a Vitraival meg örökké megmaradt, mert aztán ő átment a szórakoztató osztályra, csak Ülökbe is dolgoztam, tehát nekem ő két mesterem van, a Balogh Mária és a... Tehát televíziózni egyébként azt tényleg azért akartam, mert nagyon imádom a gépeket, a szerszámokat, nekem olyan szerszámos készletem van. Tényleg? Ó, hát egy férfi is megirigyelni, és meg is szerelek mindent, és számítástechnikai őrült is vagyok, és abszolút mindenből az új kell, és ismerem a, hát felhasználói szinten, szóval nem tudok programozni. Jó, világos. De, és a Balogh Mari mindig gyárakból közvetített, és megőrültem, hogy én oda a gyárakba, a gépekhez bemenjek. Mm. Tehát ezért akartam tévés. Kicsit akartam színésznő lenni, de az gyorsan elmúlt. Gimiben, a Madács gimiben, a Verebessel, meg a Gálvölgyi Janival, Szebeni András fotóriportere volt nekünk, egy Presser Picivel, volt egy színjátszókörünk a Tália stúdió a Madácsban, ott játszottam darabokban, de én tudtam, hogy erre nem vagyok alkalmas, én nem tudom százszor elmondani, 100 estén keresztül valakinek, hogy szeretlek, és hogy át is éljem. Úgyhogy arról gyorsan letettem, és akkor így lett a televízió. Nagyon-nagyon régen vár egy Skype-oló, köszönöm a türelmet. Szegvári Katalin, Bóta Gábor, jó estén! Jó estét kívánok, Gulyás Éva! És most ezt nem halljuk. Kérem a kollégát, na már egyre jobb, igen. Szeretettel köszöntöm Önöket, Szegvári Katalin. Én mondjuk semmit sem hallok. A Kati nem hallja, mert náthás, és ez az... Na, én nem hallok semmit. Igen, úgyhogy kérem, hogy ezt hangosan, jó? Jó, tehát akkor Gulyás Éva vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket. Ez most nem lesz így intim, hogyha ennyire kiabálni kell, de azért nem baj. Nem Nekem baj. Nagyon sok élményem van közösen Szegvári Katival, mint néző, de az egyik legfontosabb, a Radnóti Színházban volt egy Lehetetlen nevű című sorozat, amit Hallom. Ő szerkesztett, és Vámos Miklós vezette. Igen. Az Örökös Tagság a Nemzetiben, amit nagyon sajnáljuk, hogy már nincsen. És kezemben van egy könyv, aminek a párját már Bánó András, amikor vendég volt, elmondtam, hogy azt a könyvet ő szerkesztette, ezt pedig az Egyenlegről. Igen. Szegvári Katalin, Egyenlege vagy egy politikai gyilkosság annak. És megvan önnek ez a könyv? Megvan, hát azt mondja, hogy ott van a kezében. Ja, kezében igen. Van. Igen, úgyhogy hát remélem, hogy még azért fogjuk látni műsorát. Sok jó műsort és feladatot kívánok neki. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Én is nagyon köszönöm, természetesen jár a két jegy a Víg Színház, nagyon Pesti jó. Színház. Bizony. És ígérem, hogy gyorsabban próbáljuk beadni a telefonokat. Ez az egyik fájó pontom, ez a Halhatatlanok Társulata, Örökös Tagság, mert ugye ez miért nem kell a magyar televíziónak, miközben hát ott vannak a lábnyomok, a Pesti Broadway-n, a színészek, zenészek, vagy énekesek, táncosok imádják ezt, hogy ők azért figyelj, sok nő a lábnyomokat nem imádja ott a magas sarkú cipőben, azt én tanúsíthatom. Hát akkor... Megbotlanak benne zsinórban. De most már nem az újakban nem lehet megbotlani. Abban nem? Nem. Úgyhogy... De azért beszéljünk magáról a műsorról, ugye? Hát hogy ez nem kell a magyar televíziónak. Ugye, pedig, hogy hát ez nagy művészek, szavazni lehetett rá. A közönség szavazhat. És ezért szeretik a színészek, és... Bár egy csomó színész mondja, hogy jönnek ismerősök külföldre, akkor mindig oda viszi őket, megmutatja nekik, mert látom, hogy ott járkálnak az emberek, nézegetik, belelépnek a lábnyomokba.
ne kérdezd, hogy miért nem kell a magyar tej. Én nem akarok már műsort vezetni. Én felajánlottam, hogy akárki vezesse. Ott a Borbás Marcsi például nyugodtan vezethetné. Szóba se állnak velünk. Érd is annyival csináljuk ezt, ugye ő volt a stúdió főszerkesztője, meg ennek is. Nem kell. Nem tudom miért. Nem drága műsor. Nem drága. Nagy gálák voltak, ahogy a hölgy is mondta. Nem tudom, a klubrádióban csináljuk, hát kicsiben. Tehát szavaznak a hallgatók, és akkor csinálunk egy kis ünnepséget a Benczúr Hotelban. Elég jó húzata van így is, mert a sajtó nagyon tisztességesen tudósít ezekről. Igen, tudod, most hogy azért érzem benned, hogy azért ez fáj piszkosul. Ez nagyon. Tehát, hogy... De nem magam miatt, mert én nem akart, már rég. Tudod, én volt egy pont, mindig nevettek rajtam, hogy azt mondtam, hogy ha tovább tart a sminkelés, mint a műsoridő, én abba hagyom a szereplést. És akkor abba is hagytam. Amikor úgy éreztem, hogy már nem vagyok képernyőképes, legalábbis az... Nem tetszettem már magamnak. Ide most mennyit sminkeltél? Igen. Mennyit sminkeltél ide most? Már otthon. De mennyit? Nem tudom. Szerintem nem volt az hosszabb, mint a műsor. Már rutinom van. És akkor én át is adtam ezt a műsort a Sugár Áginak, aki jóval fiatalabb nálam, és háttérbe maradtunk mi a Sanyival. Tehát nem azért fáj, hogy nem tudok szerepelni, mert már 15 éve nem szerepelek. Tehát nem... Az ügyet szerettem. Egyszerűen mámoros volt fölhívni egy színészt, és azt mondani neki, hogy megszavazta a közönség, és ezeket a pillanatokat megélni, ahogy boldogok, hogy a közönség. Hát ez nem kell, nem tudunk mit csinálni. Kis pótlás ez a klubrádiós megjelenés. Akkor ígértem, hogy most gyorsabban adunk telefont. Jó estét! Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm Önöket. Köszönjük. És különösen a Szegvári Katit. Én mondanám a Siker Nagymestere című könyvét, és amit nagyon szerettem, a Hogy vagytok ti régi játszótársak című könyvét. Jaj, de jó. És most nagyon írok egy újat, majd elmesélem, hogy mit. És nagyon-nagyon hiányzik nekem a képernyőről. Én a stúdión nőttem fel, és nagyon-nagyon hiányoznak azok a színész riportok, amik abban voltak, a Koltai Róbert, meg a Kernel, úgyhogy nagyon hiányzanak. Hát köszönöm szépen, pedig már én nem is értem, hogy emlékeznek még ránk. Hát 19 éve megszűnt a stúdió, és a múltkor... Ez a műsor, sajnos ez még most is el kéne. A Bota Gábor műsorán kívül, ami itt a Fix.tv TV-ben van, nagyon-nagyon nincsenek ilyen műsorok, és nagyon-nagyon kéne ez. Hát ez most piruljak elém, mert én meg nem vagyok sminkelve. Az utolsó Mohikán, aki még ennyire... akinek még ennyire fontos a kultúra, és még tájékozott is, ez tényleg így van. Így, ahogy tetszik mondani. A múltkor voltam egy étteremben, és egy fiatal ember a szomszéd asztaltól nagyon figyelt engem, de nem szólt, és akkor mentem el, akkor fölállt, és a zavarba volt, és kérdezte tőlem, hogy maga az, aki a tévében volt, mondtam, hogy én igen. Azt mondja, valami kulturális műsor, igen. Azt mondja, mert mikor kicsi voltam, annyira szerettem a maga hangjára elaludni. Na most a tanítványaimnak fogalmuk nincs, hogy én ki vagyok, én annyit szoktam mondani nekik, hogy televíziós vagyok, hogy milyen voltam a képernyőn, és milyenek voltak, azt kérdezzék meg a szülőktől, nagyszülőktől, és soha többé nem beszélek róla. Na jó, akkor most azért megmutatjuk, hogy milyen. Igen, köszönöm jó. Szépen, köszönöm szépen, és természetesen jár a kép. Nagyon kedves, nagyon jól esett, köszönöm. A Vígbe és a Pestibe, és várjuk a következő telefonálókat, meg Skype-olókat. Nem mutatjuk meg, valamit megmutatunk. De, csak szerintem mutassuk meg most a Gálvölgyist, jó? Erre nagyon sokan emlékeznek, ez lényegében egy paródia, ugye mindig volt ez a Felvonulók kérték. Amit én vezettem. Című műsor május 1-én, és hát lehetett sejteni azért, hogy nem egészen csak azok a kérések, tehát a kérések alapján szerkesztitek, és a Gálvölgyivel kimentetek a felvonulási térre, és ennek a paródiáját látjuk most.
Jó napot kívánok! Bevarhatom egy pillanat a gyereket, hogyha átküldeni a másik oldalra. Nyolc gyerek itt végig az enyém. Látom, ön értelmiségi ember. Nem, tanár vagyok. Na, nem, tehát, az esti kívánság műsorról jöttünk. Annika, ne maradj le. Azért gondoltam, hogy önhöz fordulok pillanatokon belül, vége a felvonulásnak, és Horváth Pistát nem kért még senki. Gondolom, megérti, ez egy szerkesztett műsor. Dolgokat szeretem leginkább, görögös gyerekeimnek is mindig. Iliászról, meg ezekről mesélek. Vagy mit kérnétek? Na gyerekek? Most az a probléma, hogy egy pillanatra, hát én most talán azt úgy, hogy jön a diákjainak az iskolába. Csak egy nagy növési. Az a helyzet, hogy a Horváth Pista hiányzik. A gyerekek nem, ők le is fekszenek már akkor. Mit kérjük gyerekek a nénitől? Mondjátok, sisit vagy a paffot? Paffot, de kukori és a kotkoda is lehet. Azt mondják, hogy kicsi valahol nem. Gyerekek! Tanár úr. Az én kérdésemre, hogy mit kér az esti műsorban, azt mondaná, hogy Horváth Pistát szívesen. Azt nem, mert gyerekek miatt se nem akarom. Tulajdonképpen szép mesefilm, kukuri, kotkoda, én magam is rácsodálkozom. Tanárul, kérem, mondjuk mi értelmiségiek tartsunk össze, kérem, akkor tartsanak össze. Mit kér az esti kívánság műsorban? Kukurit és kotkodát, ha lehet. Ez életünk fő műve a Janival, ezt minden május 1-én, meg minden kívánság műsorban. Hát azt azért tudni... Ezt improvizáltatok, bocsánat? Tehát totálisan, elmondom, hogy történt, hogy a bánkhívám, aki rendező volt, ő találta ki, hogy csináljunk egy ilyet. Nem, hogy nem volt forgatókönyv, semmi sem volt. Május 1-én este ment adásba ez, és mi május 1-én hajnalban kimentünk, ezek statiszták itt. Tehát reggel 5 órakor, amikor már világos volt, akkor a statiszták közé vegyült a Jani. Annyit tudtunk, hogy ő megmondta, hogy milyen figurákat akar csinálni. Ennyit tudtunk. Kivitték a jelmezeket. És időnként átöltözött, és mindent ott improvizáltunk, én ma se értem, és nem volt, hogy háromszor fölvenni, mert amint vége volt, be kellett vinni a tévébe, az Iván megvágta, de mi annyira egy húron pendülünk a Janival azáltal, hogy egy gimibe jártunk, ő egyen lejjebb, mint én, de ebben a bizonyos Verebes vezette stúdióban mi rengeteget játszottunk együtt, és jó barátok voltunk, és nagyon rakoncátlan gyerekek, néha úgy rögtünk, hogy kizavartak minket a próbáról, meg hát csináltunk mi érdekes dolgokat, hogy mentünk haza, és akkor késő este is becsöngettünk házakba, és bocsánat, 3 hete nem jövök ilyen általában, és akkor elszaladtunk, de hát akkor kicsik voltunk. De figyelj, vissza arra a tévére. Ugye itt kint is mondtad nekem, hogy gyakran nem is szeretsz idős tévéseket találkozni, mert mindegyik panaszkodik, meg hiányzik. Hát sokan vannak, igen, akik nem tudják elengedni. És hogy akkor azt mondod, hogy hát mit panaszkodtok? Hát nekünk, mit tudom, 30 olyan év jutott, amiből most a fiataloknak fél se. Hát mert bizony, és aki nem hiszi, az menjen le a tévé archívumába, és nézze meg, hogy Szinetár Miklósnak köszönhetően, aki ugye a művészeti részt vezette a televízióban, hogy micsoda kincsestár van. Hát az az M3 abból él, hogy mit csinált a magyar televízió annó az Átkosban kultúrát. Tehát, hogy ti még tényleg értéket közvetíthettek. Hát és én nem is panaszkodom, én hálás vagyok a sorsnak. Én inkább a fiatalokért aggódom, nem magam. Mit akarok én még? Jövőre 70 éves leszek. Hát most még mit szeretnék én? Még szerepelni, csillogni, villogni? Nem akarok én már. Na de akkor ez meg tök természetes volt? Tehát a világ legtermészetesebb dolga volt, gondolom én, hogy akkor, hát illetve, várjál, menjünk bele például a stúdióba. Igen. Az azért nem volt természetes, hogy az lehet. Hát tudom, hogy az első adás után akkora balhé volt, hát amit ugye a Jancsó... Az első három után meg is akarta. A Jancsó Miklós rendezte hát az első adást. Hát a Jancsóból is balhé volt, meg a Valló Péter rendezésből is. Igen, de azt tudni kell, hogy volt egy Nagy Rihárd nevű elnök, aki nagyon szerette az Érdi Sanyit különösen, de ugye ő volt a főszerkesztő, mind a hármunkat, Kepes, Érdi, Szegvári,
nem engedem a Csikó csapatot bántani, mondtam, mert az első adások után a nézők ki voltak borulva, a kollégák, a hatalom, mindenki. És vegyük sorra, hogy ki miért. Ugye a nézők azért, mert csináltatok egy ilyen állandó mozgásban volt a képet, kamera, hogy... tehát nem egy ilyen ülünk és beszélgetünk volt, hanem ilyen... Megnéztük az elsőt, isteni, ma is elmenne, csak jobb technikával kéne. Igen, kapkodják a képet, azt mondták. Aha. Igen. A hatalom? Min volt kibukva? Hát a hatalomnak az nem tetszett, hogy olyan emberek szerepeltek a műsorokban, akiket, hát nem kimondottan, hát akik vagy a tűrt, vagy a tiltott kategóriába tartoztak, olyanok is szerepel. Haraszti Édeskéből külön raport volt ugye a Acélgyörgynél, de azt azért Acélgyörgy, ezzel nem leszek biztos sok ember előtt népszerű, soha nem mondta, hogy az rossz művész. Azt mondta, nem lehet. De azt nem mondta, hogy az egy csapnivaló, tehetségtelen. Nem, azt mondta, hogy nem. Nekem is vannak korlátaim, amiken túl nem tudok menni. Igen, tudod, egyébként már ebben a székben is nem te vagy az első, aki azt mondja, hogy az Acél, miközben tényleg tiltott is, hogy egyrészt tudta, hogy kit tilt be. Tehát tudta, aki kicsodát. Az értékeket pontosan tudta. Igen, pontosan. Volt egy... abszolút ízlése. Másrészt telefonhoz jött, tehát lehetett vele beszélni, visszahívta az embert, levelekre válaszolt. Csupa olyan erény, ami ma... Na most, ha esetleg valaki azt gondolja, hogy az öregasszonynak már a memóriája elhomályosult, tessék elővenni a magyar filmlexikont, megnézni, hogy milyen filmek készültek akkor. Az, hogy milyen előadások voltak, azt mi tudjuk, hogy milyen könyvek jelentek meg, hogy hol vannak azok a könyvek, amelyek fiókban maradtak, mert be voltak tiltva, és lesz majd nagy csodálkozás. Természetesen voltak határaink, voltak nagy balhéink, raportra is jártunk, de végül is életben maradtunk, és már a műsor. És én azt gondolom, hogy kár lenne itt mártírt játszani. Volt a konfliktus, ma nincsenek? Ma nincsenek a kultúrpolitikával botrány? Hát dehogy nincsenek. Úgyhogy... Kati, te egyébként tulajdonképpen elég sokat politizálsz, mert kör e-maileken te ilyen cikkgyűjteményeket küldesz. Te is kapod? Én is kapom, nem tudtad? Én is kapom. De most már nem tudom hány százan, ez körülbelül 2000. Ez úgy tört, ez nem politizálás, hát abban jobbról, balról válogatod. Jó, de hát azért az úgy van összeválasztva. A cikkeket, de az... jobbról is válogatok. Az a helyzet, hogy ez úgy indult, hogy olvastam valamit, és annyira szerettem volna, hogy a barátaim is olvassák, és küldözgettem, és aztán rájöttem, hogy most egyenként küldő, összegyűjtöttem, és akkor egy pár barátomnak elküldözgettem, de akkor egyszer elkotyogtam ezt az egészet, hát akik főleg elfoglalt barátok, és akkor egyszer elkotyogtam ezt a klubrádióban, és akkor rám zúdultak az emberek. Na most ez nem nagy fáradtság, csak én küldöm majdnem 300 embernek, ma már ott tartunk, de a Gálvölgyi Jutka küldi nem tudom hány ember, biztos a Gálvölgyitől kapom. Tőle kapom, persze, de más is a Vágó, Nyuszi, a Vágó felesége is küldi, már külföldön is, hát a múltkor volt egy cuki történet, kaptam egy e-mailt egy ilyen elől-hátul professzor, doktor, kandidátus, nem tudom én kitől, Hawaii-ról. Hogy kedves Katalin, nagy örömmel olvasom és tájékozódom a maga lapszemléjéből, de nem én küldöm neki, mint kiderült, a Gálvölgyi Jutka küldi, és fel vagyok háborodva, mert az egyik külföldön megjelenő magyar nyelvű lap a maga lapszemléjét közli, de egy más ember neve alatt, aki még pénzt is kap, gondol. De maga ne csináljon semmit, én már intézkedtem, és megkerestem a főszerkesztőt, most én Hawaii-on nyaralok, de e-mailben meg, és letiltottam, hogy ne merészeljék a maga tulajdonában, szellemi tulajdonát kisajátítani. Szóval ilyen érdek, igen, csinálom, mert
Én, ahogy szegény Kálai Feri mondta, nekünk híréhségünk van, megőrülök, hogyha nem tudok mindenről, ha nem tájékozódom jobbról, balról, és hát ha ezzel örömet okozok embereknek, ha ezt én pénzért csinálnám, tudod, mennyit keresnék vele? Rengeteget, de hát most már nem lehet üzletelni vele. De telefonálni lehet. Na, jó estét! Jó estét kívánok, Kata vagyok, üdvözlöm Önöket! Kicsit hangosabban lehet. Kicsit hangosabban kérjük. Akkor kiabálok, Kata vagyok, és üdvözlöm Önöket szeretettel. Hát nagyon örülök a Szegvári Katalinnak, mert végig kísértem a pályáját, és ő mindig egy gondolkodó ember volt sokakkal ellentétben, gondolom ez nem is volt mindig előnye a pályáján. Kíváncsi lettem volna erre a sportriporteres történetre, de itt elmesélte. Tudom, hogy utána a hét külsőseként dolgozott elég sokáig. Micsoda? A hét külsőseként. Ja, igen. Igen. És hát most meg ugye a Klubrádióban, a Liba Zsúr műsorában. Igen, az a Klubrádióban van. Igen, igen, igen. Azt szeretném megkérdezni, hogy a megjelenő könyvéről, ha mondana majd egy pár szót, és hogy a jelen tulajdonban lévő könyvet esetleg lehet-e dedikáltatni vele valahol? Ezt most nem értettem. Egyrészt ez a kérdés, hogy van a hölgynek könyvet tőled, az igen. Dedikáltathatja-e valahol? Persze. Másrészt, hogy mondjál az új könyvedről valahol. Jó, azt már hallottam. Jelzik meg személyesen a közeljövőben. Akkor hol dedikáltathatod? Igen, igen. Hogy hol lehetne dedikálni? Igen. Hát ha eljön, amikor van a Liba Zsúr a Klubrádióban, például ott, de hogyha esetleg merre lakik? Már Zuglóban lakom. Zuglóban. Zuglóban. Akkor adok egy e-mail címet, e-mailen tud nekem írni, igaz? Jó. Jó, akkor kérem a telefonszámát, adja meg kint. Megtörtént, én megadtam már, igen. Jó, felhívom, jó, és megbeszéljük. Nagyon kedves, nagyon köszönöm. Jó. Köszönöm. Viszontlátásra, köszönöm. Köszönjük, viszontlátásra, és várjuk az újabb telefonokat. No jó, beszéljünk azért még egy kicsit a stúdióról, mert mégiscsak az volt szerintem. Igen, csak ne felejtsük el, hogy az új könyvről is az kell. Akkor beszéljünk most az új könyvről, jó. Mert végül hát ez. Három évvel ezelőtt írtam ezt a Hogy vagytok ti régi játszótársak, az én generációmról szólt, hogy kivel mi van. És akkor most, majd áprilisban a könyvfesztiválon fog megjelenni. Ennek az a címe, hogy nem celeb, csak híres. Pontosan tudom, hogy mi a celeb szó jelentése, ám Magyarországon ez nem ugyanazt jelenti, mint gondolnánk, vagy a hivatalos definíció. Mert Magyarországon egy erőteljes pejoratív. Így van, azok a celebek, akik a bulvárban nősülnek, házasodnak, válnak, szülnek, új szeretőt találnak, szakítanak a régivel, de ettől még dolgozhatnak jól is, de aztán a végképp vannak azok a celebek, akik semmilyen értéket nem tudnak felmutatni, csak feltűnési viszketegségük van, és mindenütt ott vannak, és hát hihetetlen exhibicionizmusokról tesznek tanúbizottságot. De most én úgy gondoltam, hogy egyrészt utálom az általánosítást a diákjaimnak, és mindig azt mondom, hogy nem lehet mindenről így unblock beszélni, mert nincs semmi, nem egy fekete és nem fehér. És ugye ma nagy divat szidni a kereskedelmi televíziókat, aminek nem sok értelme van, mert ugye a kereskedelmi televízió az egy üzleti vállalkozás, és ahogy nem járunk le a sarki butikba verni az asztalt, hogy ne pöttyöset áruljanak, hanem kockásat, mert nekünk az jobban tetszik, úgy kár szidni a kereskedelmi televíziókat, mert ott azt sugározzák, ami nekik bevételt hoz. Aztán más kérdés, hogy ezt milyen színvonalon teszik, de egy a lényeg, nem a mi pénzünkből. Ha szidni akarnak valakit, önfeledten, tiszta erőből, szívük minden melegével, az a közszolgálati televízió, rádió, mert az a mi pénzünkből van. Na most ugye én, mivel tanítom ezt a televíziózást, én mindenevő vagyok, azt nem mondom, hogy mindenen első perc az utolsóig csüngök, de mindent megnézek, legalább egyszer, fölveszem, tehát tájékozott vagyok. És azt gondoltam, hogy kimazsolázom azokat az embereket a kereskedelmi televíziókból, akik nem celebek a szó pejoratív értelmében,
hanem értékes emberek értéket hoztak, és még ma is hoznak létre a kereskedelmi televíziókban. Ez 13 ember, akit én nagyon szeretek. A Vitrai írta is az előszavában, hogy a mi szakmánkban ez a szeretett szó, ez nem nagyon gyakori, de én ezeket szeretem. És olyanokat választottam, akiket szeretek, de nem azért szeretem, mert helyesek, mert van, akivel most ismerkedtem meg, soha életemben nem találkoztam, hanem mert szeretetlen méltónak találom őket, mert értékes emberek, mert a múltjuk alapján és a jelenük alapján is azt gondolom, hogy érdemes róluk több mindent megtudni. Hálószobánkban nem fogunk bekukucskálni, ezt nem ígérem, de nagyon izgalmas dolgokat meg lehet róluk tudni. Mondja egy-két nevet. Mondjak egy-két, mondok sokat is, hogyha kell. Erős Antónia, Szellő István, Trütkó, Svábi Andris, Tilla, Hajós András, Vágó István, Hadas Kriszta, Máté Kriszta, Rábai Balázs, Kolosi Péter, Kotrocó Róbert, majd mindjárt még egy hiányzik, de majd az eszembe fog jutni. Tehát ők azok, akiket én fontos, meg értékes embereknek tartok, és azt gondolom, hogy meg fogják őket még jobban szeretni a nézők, hogyha elolvassák ezt a könyvet. Újabb telefon, jó estét! Szép jó estét kívánok, Ajári Jánosné vagyok. Azt szeretném kérdezni, szeretettel köszöntöm mind a kettőjüket. Jó estét kívánok! A Szegvári Katikát is. És azt szeretném kérdezni, hogy hogy bírták ki nevetés, hogy lehetett kibírni nevetés nélkül, amikor volt ez a május elsőjei a Gázvölgyi Jánossal, ez a riport. Hogy lehetett nevetésnél? Értem, nem lehetett. Én elég amatőr módon viselkedem ebben a felvételben, mert rendszeresen elnevettem magam, de belefért a... Belefért, igen. Na, mert hogy ez mi az a tévében, akkor nem látom. Én a Gálvölgyivel különben is mérhetetlen mennyiséget tudok nevetni. Az MTV-ben leadják ezeket a régi ilyen kabarékat, Hát a Gálvölgyi fantasztikusan igen, jó. Igen, nagyon igen. Jó. Neki van is egy emlékem, hogy egyszer találkoztunk fönn, vagy láttam. Ő nem tudta, hogy én ki vagyok, az unokámmal mentem én is, és ők is az unokájukkal a kisvasúton, a gyerekvasúton mentünk. Na, de még önre visszatérve, drága Katika, hogy hányszoros nagymama, először is egy maszek. Kettő unokám van nekem, kettő darab. Nagyon-nagyon egészség, jó örvendjen és öröme legyen sokáig bennük, és azt szeretném megkérdezni, hogy látom a szomszédok filmet, az a sorozatra szól, hogy annak a tartalmát ön írta? A szomszédokban? Ott igen. Egy epizódban. Tény, hogy a Wikipédián föl vagy tüntetve a szomszéd. Igen, egy epizódban megkért a Horváth Ádám, akkor volt valami kulturális igen. fesztivál, igen. és én, mint riporter, tehát Szegvári Katiként, nem színésznőként, értem, bemegyek igen. a kozmetikába, és azt kérdezi a kozmetikus, hogy tudok-e valamit erről a fesztiválról, és akkor elmondom, hogy milyen programok vannak. Ja, hogy ez, ami már fel van tüntetve, hát ez semmi. Na, jó kis lexikon. Na most még azt szeretném mondani, hogy nagyon sokszor láttam a hét műsorában a dokumentumfilmeket is, amit néz. Köszönöm szépen, hogy köszönjük. Hagyok. Jó egészséget Jára. Kívánok még egyszer. Nagyon szépen Jára, köszönöm. És van még, azt hiszem, talán még három telefonra is módunk, úgyhogy telefonáljanak, skype-oljanak. Beszélünk még egy kicsit a stúdióról, vagy beszélünk? Hát a stúdió nagyon jó, az mámoros időszak volt. Egyrészt azért is annyi fantasztikus főnök volt. És egy olyan közösséget teremtett, hogy most nemrég összejöttünk, de nem siránkozott senki, csak örültünk egymásnak. Volt nagy sütés, főzés a Jó Benikőnél, az egyik szerkesztő kolléganőnél. De állítok, az Érdi is nagyon, nagyon jól főz. Hát az én baráti körömben három pasi is van, aki úgy főz, hogy minden nő elbújhat az asztal alá. Igen. Siffer János, Faragó Andris és az Érdi Sándor. Hát ezek, tudod, ha egy férfi tud főzni, akkor az nagyon tud főzni. És különlegeseket tud. Én úgy tudom, úgy érzékelem, hogy a férfiak ezeket a hagyományos
kajákat nem, hanem ilyen különlegeseket tudnak. Hát igen, mert alkotásként fogják. Igen, alkotásként, és de hát igen, a Sanyi nagyon jó főnök, és nagyon jól főz is, és ez nagyon nagy, neki erénye volt az, hogy ő kezdő volt, amikor a stúdiót létrehozta, és hát hihetetlen nagyvonalúságról tett tanúbizonyságot azzal, hogy csupa profit hívott maga köré. Tehát vannak főnökök, akik nem bírják, hogyha jobbak a beosztottjai, mint ők. Ő meg azt mondta, hogy majd beletanul, és oda hívta Kepes Andrist, a Baló Gyurit, engem, a Györfi Mikit. Tehát ő azt akarta, hogy siker legyen a műsor, és azt hiszem nagy találmánya volt a Sanyinak, hogy mindenki a saját személyiségére formálhatta a műsort. Tehát a nézők tudták, hogyha én csinálok műsort, akkor az nagyon színházcentrikus lesz. Csak úgy mondom, hogy az egyik unokámmal, a nagyobbikkal, az Áronnal rendszeresen járok színházba. Most 7 éves az Áron, de 3 éve, mi 2,5 éve, és írtóra élvez. Én igyekszem ugyanúgy, mint a fiamnál, nagyon tudatosan bábszínház, hogy hova viszem, tehát hogy nagy megutálja, és hát annyira cuki, hogy vége van az előadó, és a padlást láttuk, az jó pofa volt, mert kézenfogva jöttünk ki a szünetbe, és találkoztunk a Martó Lászlóval. Aki rendezte. Azt mondja, hogy de most ez hogy van? Nem, mondom, ez annak a fia. Mert az én fiammal voltam a bemutatón, és most a fiam fiával volt, és ilyen fura volt. És akkor mindig azt mondja a végén, hogy kérdezd meg Nagyi, hogy biztosan vége van-e már. Mert annyira maradna még, és a padlásnak a végén, hát vége volt, tapsol, mint az őrült, nem lehet eljönni, az utolsó percig ott kell maradni, és akkor jöttünk kifelé, és hát szomorú volt, hogy vég, és megszólalt a zene, valamelyik nóta, Nagyi, ezt folytatják, nem, Áron, nézd meg, már nincs, sötét van a színpadon. Úgyhogy a stúdióról beszéltünk, hogy ez nagy találmánya volt a Sanyinak, hogy nem az volt, hogy beültünk, minden héten más valaki konferált anyagokat, hanem mi voltunk a műsorok szerkesztői, riporterei, pontosan tudták, hogy ha Kepes van, akkor ott sok lesz a kortárs képzőművészet. Ha az Érdi Sanyi van, ott sok lesz az irodalom, meg a különböző ilyen kritikai hangvételű, publicisztikai jellegű anyagok. A Baló Gyurinál is más volt, aztán jött a Petrányi Jutka, ő is más egyéniség volt, és talán ezért nem unták meg, mert mindig minden héten mást kaptak, és mire újra rám került a sor, addigra azt mondták, hogy már ezt is láttuk, azt, akkor most jöjjön ez, és aztán jöjjön a Kepes, és ráadásul meg nagyon jó barátok is voltunk, és hát ez egy nagyon nagy, nekem Mázlin volt a Polgár Dénessel, az Érdi Sándorral, szóval mindenkinek azt kívánom, hogy ilyen főnökei legyenek meg, de hát a Szinetárral is, Horváth Ádámmal is volt munkakapcsolatom. Én hihetetlen szerencsés ember vagyok ilyen szempontból. Újabb telefon, jó estét! Jó estét kívánok, Nagy Károlyné vagyok. Tiszteltek, kicsit hangosabban, mert Nátás vagyok és süket. Nagy Károlyné vagyok. Oj, csókolom a kezét. Önöket. A Katalinnal kapcsolatban olyan emlékem van, hogy volt Rómában a három tenornak a koncertje, és nagyon szerettem volna a videokazettát megszerezni. És a Katalint megkerestem, és ő lemásolta nekem, és a mai napig megvan az a gyönyörű Római. Ezt komolyan mondja, de jó. Komolyan. Most, hogy kezd rémleni valami, de én nem nagyon szoktam azért megjegyezni, hogyha segítek valakinek. Hát ez nem mostanában volt. Hát nem, azt lehet mondani. Igen. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, és további jó egészséget. Köszönöm szépen, viszont kívánom. Minden jó. Én is köszönöm, és akkor várunk még két telefont. Hogyan éltétek meg? Ugye az egyenlegről szóló könyved azért alapvetően erről szól, hogy hogyan éltétek meg, amikor mindez összedőlt, amit ti fölépítettetek, és titeket így szépen módszeresen kisöpörtek a házból. Hát jó, hogy hogyan éltem meg, mert majdnem belehaltam.
Hát az nem volt jó, mert akkor volt egy pillanat, hogy menjünk kereskedelmi térvézni, de hát hívtak is minket, meg egy darabig ott is voltunk, de hát ez nem nekünk való. Ez egy nagyon más érték. Nagyon, nagyon más volt. Hát nem volt jó. Én mondjuk tényleg majdnem belehaltam. De az mit jelent, hogy mit az azt jelenti, veled? Hogy én... egyrészt a fiam akkor még el kellett tartani, amikor ilyen totál munkanélküliség lett. Amúgy nagyon rendes volt, a Gyárfás Tomi rögtön hívott, Havas Henrik, hogy menjek tanítani, de az történt, hogy én nagyon erős akartam lenni, és látszólag az is voltam. Az igazságtalanságot nagyon rosszul tűröm, meg hát ilyen hihetetlen kilátástalan lett az életem, és én egyedül neveltem egy gyereket föl, plusz az édesanyámat is, hát nem neveltem, de hát én voltam a család fenntartó, és akkor az úgy nem volt jó, de én úgy gondoltam, hogy én ezt is kibírom, és nem kértem segítséget, hanem nyeltem, úgy csináltam, mint a jól lennék, és akkor egyszer csak a szervezetem azt mondta, hogy ácsi. És akkor megbénult a hasam, kaptam egy bélezáródást, ami egyértelműen idegalapon volt, azért, mert a kórházban, amikor megoperáltak és visszacibáltak a halálból, akkor újra megbénultam, tehát a hasam, és akkor már nem ettem semmit, tehát nem lehetett, hogy valami elakad a bélrendszeremben. Hát ez nem volt jó, de hát hihetetlen orvosok a Margit kórházban, a Dobó tanár úr, meg a Nemes Csói doktor, azok hát csak visszarángattak, és hát úgy rendeződött az életem olyan szempontból, hogy a tanítás, hát eredetileg is tanár vagyok, de hát csak annyit tanítottam, hogy hospitáltam egyetemistaként, és akkor elkezdtem a Szegedi Egyetem Pesti Karán tanítani, és az annyira sok örömet és boldogságot adott, és ma is tanítok, már az nincs a Pesti Kar, de Szegedre is lejártam, nem lejártam, eljártam, nem szedtem ezt a lemegyek, mert ez a lekezelő. Most a Zsigmond Király Főiskolán tanítok, és hát rengeteg tanítványom van, és nagyon sokkal tartom a kapcsolatot, de olyannal is, aki Angliában van, meg Párizsban van. És én nagyon szerettem a gyerekeket, mondta is kollégám, hogy te mindenkit szeretsz, a gyerekek. Igen, minden gyereket szeretek egyébként. Nagyon szigorú tanár vagyok, de mondom is nekik, hogy az elején nem kell szeretni, a végén szeressetek majd. És van egy módszerem most, hogy elmúltak fölöttem az évek, már vagy 10 évet csinálom, hogy minden kurzusom végén megkérem a diákjaimat, hogy név nélkül, számítógéppel írják le, hogy mi a véleményük a kurzusról és rólam. Elküldhetnek melegebb éghajlatra, és azt sem tudom, kicsoda írja. És ezt én nagyon fontosnak tartom, mert hogy én magam jó tanárnak tartom, annak egyébként, annak az az oka, hogy ők ezt visszajelzik. És hihetetlenül sok jó szót kapok tőlük, érdekes megfigyelést, amit még én se tudok. Hogy például? Hát nem, most én nem tudok konkrétumot mondani, de volt egy diákom, aki azt mondta, hogy hát neki nagyon jól esett, hogy elfogult vagyok vele, de hát lehet, hogy ez másoknak nem tetszett. Ezt speciál tudtam, hogy ki írta, ki tudtam következtetni, de én aztán válaszolok azokra, amiket írtak, anélkül, hogy tudnám, hogy ki írta, és azt mondtam ennek, nem neveztem őt néven, mondom, valaki ezt írta, én nem elfogult voltam, hanem nagyon tehetségesnek tartottam őt, és lustának. És láttam az elején, hogy ellenáll mindennek, és ilyen splines volt, és akkor mondtam neki valamit. És a múltkor a Facebookon ez a fiatalember írt egy posztot, ahol betagelte a nevem, hogy én is lássam,
és azt írta, elhelyezkedett egy tévénél, és nagyon jó helyre, és azt írta, hogy sose felejti el, hogy én egyszer azt mondtam neki, hogy maga nagyon tehetséges, de hogy lesz-e magából valaki, az kizárólag magán múlik, hogy képes-e a tehetségét őrizni és kamatoztatni. Hát ennél nagyobb dicséret nem kell, nagyon tehetséges volt a fiú tényleg. Egyébként egyetlen diák nem hozta szóba névtelenül, hogy én nem kivételeztem vele, csak éreztem, hogy az a típus, akit nagyon meg kell ahhoz dicsérni, hogy észhez térjen, hogy csinálja, amit kell. És bejött. De hát az Alindát is én tanítottam, Rábai Balást is, Hajdú Esztert, aki végignyerte a világot. Hát például Hajdú Eszter is olyan volt, meg Alinda is, meg a Baláska is, hogy hát ezek tehetségesek voltak, ezeknek csak meg kellett simogatni a fejét, és egy kicsit lögdösni, és tudtam, hogy ezek úgy jók, ahogy megszülettek. Van telefon? Van telefon. Jó estét! Jó estét kívánok, Ratina Etelka vagyok. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket, és köszönjük. Katalint kiváltképp, mert mi Katalinnal egy színházba járunk, mert ő ott szerkeszti azt a műsort, amit én nagyon szívesen nézek, és egy párszor válasz el bennünket egymástól, úgyhogy sűrűn találkozunk, bár az utóbbi időben nem voltak. De miről? Miről van? Milyen műsor? A Libikóka. Azt én nem szerkeztem. Az a Krizsó Szilviáért. Én azt nem szerkeztem, én csak a barátja vagyok a Szilvinek és a Liba Zsúrban. Jézus Mária, hát én ezt így tudtam pedig. Nem. Akkor is ott vagyunk. Többnyire jó, ott vagyok. Az 5.-6. sor környékén ülök én, és ön meg előttem egy-két sorra. Az a helyzet, hogy az. Amit el szeretnék mondani, az a Klubrádióban hallottam én is, úgy tudom, úgy emlékszem, hogy de a könyv itt van előttem, Dési Jánossal beszélgetett Katalin, és így aztán később ő lett az ötletgazdája az Árpi bácsi című könyvnek. Ezt remélem, jól tudom. Hát így együtt ötöltük ki, igen, behívott, amikor... Igen, és még egyet szeretnék, bár elhangzott már, hogy hogy vettok ti régi játszotásra, de én magam is ott voltam a bemutatóján, a könyv bemutatóján. Igen, a millenárison. És hát azt mondhatom így utólag, hát ennek egy-két éve már, hogy ott szemszárazon nem maradt. Olyan kedvesek voltak a kollégái, meg az egész történés. Most április 23-án lesz majd ugyanott az új könyvnek a bemutatója. Igen, hallottam már az előbb, ott leszek. Köszönöm szépen. Kívánok jó egészséget. Köszönöm. Ne legyen megfázva se. Hát ez jó lenne, mert most már nagyon unom. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Még egy gyors telefonra lesz módunk. Téged itt szeretnánk. Hát hál' Istennek örül, nem biztos, hogy mindenki, valószínűleg, hogy ide azok telefonálnak, akiket szeretnek, akik szeretnek, és én is szeretem, szóval én mindig mindenre válaszoltam, felhívtam, ahol tudtam, segítettem, mert hát nem jártam soha napszemüvegbe, hogy ne ismerjenek föl, örülök neki, fölismernek, soha nem voltak tolakodóak az emberek. Úgyhogy persze, hát ez nagyon jó érzés, nagyon, meg hogy a könyvet megvan, nem is értem már tényleg, hogy szoktuk az Érd is annyival beszélni, hogy Istenem, hogy írják, múltkor valaki írt, hogy a stúdió egy legenda, hát még valaki emlékszik, és ő sem nagyon érti, hogy ránk még emlékeznek, de hát ezek szerint igen, és ez jó dolog. Van új könyvtár, vagy valami? Új könyvtár? Hát most ezen dolgozunk. Tehát most az utolsó javítgatások vannak, még képaláírások, addig nem gondolkozom semmin. Biztos majd valami eszembe jut. Hát azért ez nem, te tudod, hogy azért ez nem egy cikket megírni is nagy munka, egy ilyen könyvet összehozni elég nagy munka, de nagyon élveztem, nagyon pedig ebben a szörnyű forró nyárban ott nyomtam a számítógép mellett, ott írtam, de nagyon élveztem, nagyon. Ment a kis ventilátorom, mert nem bírom a légkondit, mert attól meg még betegebb leszek, de élveztem nagyon, és hát főleg a beszélgetéseket, hogy odajöttek, van nekem ilyen kis kertecském,
és akkor üldögéltünk hosszan, és akkor utána egyeztettünk, mit akar, mit nem akar, szóval jó volt, nagyon jó munka volt, nagyon imádtam csinálni. Ucsó, telefon, jó estét! Jó estét kívánok, Hajdú Éva vagyok, Miskolcról. Parancsoljon! Én azt olvastam Katiról, hogy hát csak így tisztelettel picit hangosabban. Azt olvastam Katalinról, hogy a Déri János díj kuratóriumának is tagja, ez is a színes pályafutását példázza, a sokrétű tevékenységét. Igaz, így van. Mi szoktunk minden évben Déri díjat adni, ami egy arany, egy forintos, olyan kollégáknak, akik a Janihoz hasonlóan sokszínűek, sok mindennel foglalkoznak, és akik valamilyen szinten méltóak a Déri Jancsi emlékéhez. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Viszontlátásra. Van még egy bejátszásunk, ez is stúdió. Még megnézzük Katalint a hőskorból, jó? A történet 4 évvel ezelőtt kezdődött. Márta István zeneszerző vásárol a Bakony egyik kis falucskájában, Kapolcson, egy régi parasztházat. S miközben a falubeliek segítségével építgeti, úgy dönt, ha már ilyen szépen összejöttek, maradjanak is együtt. Alapítsanak egy kulturális egyesületet. És 4 napon keresztül legyen művészeti fesztivál színhelye a 600 lelket számláló kis település. Az elhatározásból tett lesz, sőt, 800 ezer forint is kerekedik a Soros, az Ötvös Alapítvány és az egykori AISH jóvoltából. Augusztus 3-ától 6-ig benépesül Kapolcs, ahol nincs olyan épület, zúg, magtár, pajta, ahol ne történne valami. És ez már Kapolcs, ahol az elmúlt szombaton főpróbát tartottak. Utunk először a főhadiszállásra a művelődési házba vezetett, ahol új kerítést építettek a helybéliek. Szabad nekem a munkát megállítanom egy pár pillanatra? Meg a fűrészt. Egy picit jó, hadd beszélgessünk, vagy jöjjenek ide, jó? Közelebb addig. Mondják már el, mi lesz itt tulajdonképpen? Hát kulturális napok lesznek itten, 3-án, 4-én, 5-én. Hát igen, nem szabad megöregedni, jaj. Na mindegy, de az unokám szerint én egy tündér vagyok, és akkor én ezzel be is érem. Múltkor oda szólt a barátjának a színházba, tudtad, hogy ő az én kedvenc nagyikám? Nem öregedtem volna, meg nem lenne unokám, úgyhogy kész. Ilyen is voltam, most meg ilyen vagyok, azt jó napot. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a meghívást. Már el is ment az 1 óra. El bizony. Önöknek is köszönöm, hogyha néztek minket, ha jól számolom, akkor 1 hét múlva, azaz ez már március, bizony, március 2-án, szerde este 9-től is lesz Bóta Café. Egy roppant szórakoztató színész jön, Magyar Attila, akiből hát egyrészt dől a szó, gyakran a színpadon is ugye mondják azt, hogy szétveri a jelenetet, mert egyszer bejön és halálra röhögteti a közönséget, de közben ön miközben komolytalan dolgokban is játszik, meglehetősen nagyon komoly dolgokban is játszott, meg játszik minden mai napig, ugye filmről is ismert, tehát akkor március 2-án, szerde este 9-től Bóta Caféban Magyar Attilával várom önöket, ezúttal is várom a telefonjaikat, a Skype-jaikat, és persze megint lesznek ajándékszínházi ügyeink is, viszontlátásra! A műsor médiapartnere a Népszava.